Zsúfolásig megtelt a Kishegyesi Galéria szombaton este. Mátyás király mellszobrának újraavatása előtt Juhász Bálint, tartományi gazdasági titkárhelyettes, a Kishegyesi Helyi Közösség tanácsának tagja ismertette a köztéri szobor 2 évvel ezelőtti eltűnésének körülményeit és az azt követő összefogást. Az alkotás elkészítésébe Kishegyes összes testvértelepülése, baráti önkormányzata és több intézmény is besegített. Budapest 16. kerülete, Örkény, Isaszeg, Kelebia és Békésszent András testvértelepüléseink, Szanda, baráti önkormányzat, a Csongrád megye közgyűlése, valamint a Gál Ferenc főiskola segített bennünket abban, hogy újra tudjuk önteni a szobrot. Zakar Péter, a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja Mátyás királyról elmondta, hogy az erő és a kezdeményezőkészség jellemezte leginkább uralkodását. Hajna Jenő, az MNT elnöke szerint ma nekünk is ezt a két jellemvonást kell tovább vinnünk. A mi számunkra megfogalmazható üzenete ennek a szobornak, magának, a Mátyás kultusznak az őrzése ezen a tájon pontosan ezt jelenti. Legyünk erősek, összetartóak, és közösen együtt próbáljunk olyan kezdeményezésekbe kezdeni, amelyek ennek a közösségnek az erejét fogják megsokszorozni. A Kishegyesi Szoborpark kamerás, az új mellszobor riasztós ellenőrzés alá került. Ezt az MNT és Magyarország belgrádi nagykövetsége támogatta. Az új alkotást Hajna Jenő, az MNT elnöke, és Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete leplezte le. Ez annak a bizonyítéka, hogy Kishegyesen, a Vajdaságban egy olyan magyar közösség él, amely életképes, élni akar, tenni akar, és a szülőföldjén akar maradni. Azt gondolom, hogy ennél felemelőbb érzés egy magyar diplomata számára nem lehetséges. A szoboravatás után megtartották a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fennállásának 60. jubileumára készült ünnepi műsort. Nem csak azért jönnek hozzánk, hogy valamit csináljanak, ami egyszerűen csak beszélgetni, egyszerűen csak jól érezni magukat, mert egy pozitív példával előjáró közösségek az mindig vonzzák magukhoz a tagságot is és az embereket. A kettős évfordulón a rizgetős néptánc együttes megalakulásának 20. jubileumát is ünnepelték. Az esten közreműködött Csizmadia Anna népdalénekes, a Fokos és a Csalóka zenekar, valamint Perec István néptáncos is. A rizgetős pedig bemutatta legújabb koreográfiáját.